kaphat a nyers májat a kutyus, attól függ, hogy milyen állatfajból származik, baromfiból, sertésből, hasonló módon, mint ahogy a húsát sem magunk nem esszük, meg sem a kutyának nem ajánljuk etetni nyersen, sem a májat, sem pedig a húst nem adjuk nyersen. Viszont a máj tekintetében ott már ugyanúgy, mint a húsnál, van egy olyan lehetőség, hogyha hozzáférünk friss, vágóhidi elérhetőségben mondjuk marha májhoz, azt nyilván, vagy lómájhoz, azt azért lehet adni nyersen is. Mindig vannak azért a nyers hússal, vagy a nyers májjal, belsőséggel kapcsolatos félelmek, aggályok, hogy nem kontaminálódott-e a vágás során a kés, a bonckés, vagy a boncolás, vagy a föltárás során nem kontaminálódhatott akár csak a felszíne különböző fertőző anyagokkal. Ugye ezt azért teljes mértékben kijelenteni nem lehet, de hát ember is időnként eszik nyers dolgokat, mi gondoljunk a tatárbiftekre, és akkor rögtön tudjuk, hogy azért az ember is időnként fogyaszt nyers húst, és uram úgy, ha időnként nyers májat is. A kutyának is ilyen formában néhány esetben adhatunk ilyen anyagokat, vagy ilyen forrásból származó anyagokat, de ez nem lehet baromfi, és nem lehet sertés.